díjazottja és diplomátka, Bai Balázs. Gondoltam, hogy távollétében is szóljon neki a taps, mert hogy a díjat nevelő edzője Medovarti János veszi át Öpökampiától. Jó embert nevelték. Véletlenek sorozata vezetett odáig, hogy Balázs felemelette a kínai versenyzőtársa kezét. Az már nem volt véletlen, hogy Szújó Zoltán, a vezető riporterünk ezt azonnal észrevette és minősítette is. Az sem volt véletlen, hogy két átszintes gátfutónk volt ott a londoni olimpián, és ez a két fiatalember egymást segítette, biztatta, hogy mindkettőjüknek álszintje lehessen. Mert ha ez nincs meg, akkor csak az egyik jut ki a londoni olimpiára. Az már véletlen, hogy én lehettem itt, hiszen Balázs portugáliai edzőtáborban van a budapesti edzőjével. Én azt hiszem, hogy én jártam jobban, hogy itt lehetem. Még szeretném megélni a riói gátfutó döntőt, ahol remélem, hogy Balázs elé nem rúgnak oda egy másik gátat, és én még nem leszek 80 éves akkor.